közös állami és egyházi támogatással megvalósult 38 millió forintos helyreállítási munkálatok után a templom újra régi fényében tündökölhet, immár korszerű vízszigeteléssel, burkolatokkal ellátva. Az összegből még kisebb javításokra is futotta. A település lelkésze elmondta, nagy szükség lenne még a belső helyreállításra is. A felújított orgonával pedig már az istentiszteleteket is kísérhetik, illetve különböző rendezvényeket is szervezhetnek ezáltal. Nagy jelentősége van annak, hogy a gyülekezetnek az épületei, a gyülekezetnek a terei megújuljanak, hiszen közösségi létnek feltétele, egyik feltétele az, hogy meglegyenek a megfelelő infrastruktúrális eszközök, helyszínek. A szomszédban lévő épületet is nemrég újították fel. A későbbiekben ifjúsági házzá alakítanák azt, ezzel is teret adva a közösségi programoknak. Jelenleg is gyermektábor zajlik itt, igyekeznek a fiatalokkal megszerettetni az egyházat, a hitet, illetve a gyülekezeti életet. Mint ahogy a református püspök is elmondta, az övék a jövő, ezért kiemelten fontosnak tartja ezeknek az épületeknek a megóvását, hogy ezáltal átadhassák az idősebbek a hit szeretetét nekik. Az egyháznak az a titka, hogy nem számokban mérjük. Nem abban mérjük, hogy hány szány, hány ezer, hány millió, hanem ha csak egy ember van, aki odaül egy szenvedő mellé, a betegágy mellé, és meglátogatja, akkor ott már egyház van. Hogyha egy kisgyermeknek megtanítok egy olyan imádságot, akkor amikor bajban van, ez neki segítséget, örömet jelent, akkor ott már egyház van. Hogyha két fiatal egymásra talál, és biztosak benne, hogy ők nem csak magukat választották, hanem az Úristen rendelte őket egymáshoz szeretetben, szerelemben, akkor ott már egyház van. Mint mondta, bízik benne, hogy az emberi sorskérdésekben, nehézségekben és örömökben is hálát tudunk adni az Úristennek.